Hősök emlékezete. Május utolsó vasárnapján tisztelgünk mindazok előtt, akik az ezer éves magyar történelem során életüket adták a hazáért. Gyereknap. Több ezren vettek részt a városi forgatag programjain. Tipegőktől a kisiskolásokig mindenkit szórakoztató játékok vártak. Fiesta a Rohonci úton. 3-0-ra megnyerte utolsó meccsét a Haladás, így a csapat még éppen bennmaradó helyen zárt. Jövőre is az NB1-ben folytathatják. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Együttműködési megállapodást kötött Budapest 5. kerülete, Kisvárda és Szombathely önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. Eszerint a 2013-ban indult segítő kezek elnevezésű idősügyi országos mintaprogram idén tovább bővül, amelyben nagyobb szerepet kapnak a különböző infokommunikációs eszközök innovációk alkalmazása. Településenként 15-70 év feletti időst vonnak be a programba. Számukra új generációs vészjelző karperec és okostelefon használatát biztosítja a minisztérium. Segít egészségük és biztonságuk megőrzésében. Továbbá a magány enyhítésére közösségi szolgálatot végző diákok bevonásával az internet és Skype használatra is megtanítanak településenként 10-10 idős embert. A mintaprogram 2016. február végéig tart. Minden évben május utolsó vasárnapján emlékezünk a háborúk hősi halottaira, mindazokra, akik életüket adták a hazáért. Az ünnepségre ezúttal a Paragvári utcai általános iskola diákjai készültek színvonalas műsorral. Katonai tiszteletadással és az országzászló felvonásával kezdődött a megemlékezés a március 15-e téren. Az ünnepségen a Paragvári utcai általános iskola diákjai énekekkel, versekkel emlékeztek a hősökre. Sok régi ház hiába várja őket, s fehér csöndjével sok fehér falu. Üzenetet nem hoz többé felül, fehér felhőt hozta vándorban. Egy 1917-ben született törvény arra kötelezte a településeket, hogy méltó emléket állítsanak elesett hőseiknek. A II. Világháború végéig rendszeresen tartottak megemlékezéseket, majd hosszú szünet után 1989-ben élesztették újra ezt a szokást. Ák Péter országgyűlési képviselő ünnepi beszédében elmondta, a Hősök napjának megünneplése az első világháború katonahalált halt hősei előtti főhajtásra eredeztethető vissza. Arra, hogy mindazok, akiket innen vittek el, itt maradjanak velünk nemzedékről nemzedékre. Azonban mindezek mellett a Hősök napja, ma ez az alkalom, amiért összejöttünk több. Nem csupán négy borzalmas év áldozatairól szól. Nem csak Isonzóról és Limanováról, nem csupán Doberdóról és Premisőről. Nem négy esztendőről, hanem valójában egy egész évezredről. A megemlékezés koszorúzással ért véget, a politikai pártok, civil szervezetek és hivatalok vezetői helyezték el a kegyelet virágait a hősi emlékműnél. Az ünnepség katonai díszmenettel zárult. Bicikli adományokat vár a szombathelyi Caritas, a gyűjtéssel jó célt szolgálnának. A kerékpárokat megváltozott munkaképességűek újítják fel, és újrahasznosítás után hátrányos helyzetűek használhatnák. Pénteken érkeznek meg Szombathelyre azok a mintakerékpárok, amelyeket megváltozott munkaképességű, nyírségi emberek újítottak fel. A recikli műhely mozgássérült alkalmazottai rossz állapotú, de még használható kétkerekűeket hoznak rendbe, teszik biztonságossá, és igény szerint ellátják őket emblémával is. Ezekből hoznak most kettőt a szombathelyi egyházmegyei Caritasnak, ahol az ajándék fejében segítenek további járműveket gyűjteni. Elfekvő, már nem használatos kerékpárokat hozzák el nekünk, hiszen ezzel jó célt szolgálunk, mert részben megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatunk ennek a céljából Baktaló rendházán. Másrészt a felújított kerékpárokat nagyon jutányos áron családoknak oda tudják adni ők is, és hogyha visszahozzák Szombathelyre, akkor mi is. Biciklit bárki behozhat a Caritas Hollán Ernő utcai telephelyére, de telefonon is lehet jelezni, ha valaki felajánlást tenne. A nyírségi alapítvány képviselője nemrég a Szombathelyi Televízió közéleti magazinjában is bemutatkozott, és beszélt legfontosabb céljaikról.
egy Európai Uniós projekt keretén belül, ami hamarosan zárul hónap végén. Többek között kerékpárszerelőket képeztünk ki, akik megváltozott munkaképességű emberek, és lakossági szolgáltatásokat biztosítunk ebben a hátrányos helyzetű kistérségben. Az újrahasznosított kerékpárokkal hátrányos helyzetű emberek munkába járását oldaná meg a Caritas, de az Ölbön működtetett Kneipp kertben is hasznukat vennék a turisták. Szentmisével és koszorúzással emlékeztek Szombathely szentjére, Szent Quirinre, vértanúságának helyszínén, az Operint híd főnél. Szent Quirinre emlékezett a város vasárnap. A Szaváriában 1700 évvel korábban mártír halált halt püspök emlékére szentmisét mutattak be, majd mártíromságának helyszínén az Operint utcai hídnál folytatódott az ünnepség. Híveknek nagy szép számmal jöttek össze, hogy valóban megünnepeljék és emlékezzenek egyrészt az ő tanúságtételére, másrészt pedig, hogy erőt merítsenek az ő példájából és legfőképpen vértanúságából. A mártír püspököt 303. június 4-én Szaváriában ölték meg, miután nem volt hajlandó hitét megtagadni. Nyakába malomkövet kötöttek és a perintbe lökték. Ami nagyon fontos Quirinus történetében és Quirinusnak a halálában, hogy mivel hogy ő egy rendkívül befolyásos püspök volt, és hogy őt itt ítélték el Szaváriában, ez azt jelenti, hogy a szaváriai kereszténység abban az időben már nagyon erős volt, és egy elrettentő példát szerettek volna statuálni. Gregersen Labossa György evangélikus lelkész emlékbeszédében kiemelte, Quirinus az egyetemes keresztény egyház mártírja, vagyis minden megkeresztelt ember példaképe Krisztus követésében. A Szent Quirin a mai kor emberének is üzen, hiszen példaérték olyan szempontból, hogy életét adta hitéért. Hát a mai embernek is, ha még szerényebb értelemben is, de az igazság mellett, a becsület mellett, a tisztesség mellett, a jó erkölcs mellett, a jó érték mellett ki kell állni. A megemlékezést koszorúzás követte az Operint utcai emléktáblánál. A látogatók soraiban soproni zarándokok is voltak. Sopronból jöttünk, ugye Sopronban van egy híres hely, ahova kötődik Szent Quirinusnak a utolsó útja, Skarvanciából, tehát az akkori, az antik Sopronból, a mai Szombathelybe, az akkori Szaváriába. Pihenőkeresztnek hívják ezt a helyet, ez egy kőből, mészkőből készült oszlop. Oda indultunk 11:30-kor, és most értünk ide. A szalézi templom udvarán felavatták és megáldották az új centenáriumi pavilont. Gyermeknapi forgatagot szerveztek vasárnap a Ferences kertben. A szórakoztató programok és játékok mellett az Ezer lámpás éjszakája című rendezvényen a csellengő gyermekekre hívták fel a figyelmet. Immáron negyedik alkalommal szervezte meg az Agóra a Városi Gyermeknap forgatagot. Délutára megtelt a Ferences kert gyermekekkel és gyermeklelkű felnőttekkel. A programokra több ezren látogattak ki a jó időben. Tulajdonképpen fél időben vagyunk, és a játszó programok, amelyek akár egy interaktív játszóházat, vagy egy kézműves, sok-sok kézműves foglalkozást tartogatnak, vagy akár a civil szervezetek különböző helyszíneit, teli vannak, és még mindig özöllenek az emberek ide a témaparkba. Érdekes és izgalmas játékok vártak mindenkit, a tipegőktől a kisiskolásokig. Óriási játékokkal, kézműves foglalkozásokkal próbálhatták ki ügyességüket és kreativitásukat a gyerekek, de megtapasztalhatták, milyen érzés rendőrautóba ülni, vagy felpattanni egy rendőrmotorra. Aki úgy érezte, a színpadon fellépő együttesek koncertjén még táncra is perdülhetett. A legnépszerűbb helyszín mégis a 7-7 ország vándorai interaktív játszóház volt. Én a festést szeretném azzal a nagy kesztyűvel csinálni. A gyermeknapi vigasságok mellett az Ezer lámpás éjszakája rendezvény keretein belül a hazautat kereső fiatalokra hívták fel a figyelmet. Ezer lámpás éjszakájához Szombathely megyőváros tavaly csatlakozott, ez a második alkalom, a nagy sikerre való tekintettel idén is úgy döntöttünk, hogy ezt megrendezzük, többek között nívókoncertekkel és talán a leglátványosabb elemmel, ami Magyarország 11 városában egy időben történik, 21 óra 45-kor, 3:10-kor világító lámpásokat küldünk föl azzal a céllal, hogy az éppen távol lévők, az éppen a hazautat keresők hazatalálhassanak. A rendezvény este a világító lámpások felengedésével zárult. Gyereknap alkalmából mesetúrára hívta szombaton a családokat az Írodkő Naturparkért Egyesület. A Kőszegi hegységben a gyerekek találkozhattak malackával, a gonosz munyákkal és még az erdő szellemével is. Teljes
teljesen kétségbe vagyok esve. Jaj, elraboltam a munyák, a testvérét. Segítetek nekem megkeresni? 130-an nagyok, kicsik és még kisebbek érkeztek a Kőszegi hegység kincs pihenőjéhez szombaton, hogy a játékos feladatok teljesítésével kiszabadítsák a kis Katicát a gonosz munyák fogságából. A 4 kilométeres mesetúrát jelmeze és szerepe szerint Malacka vezette. A kolonigányom segítségével olyan feladatokat állítottunk össze, amit kicsit a gyerekeket, a szülőket közelebb hozza a természethez, olyan vetélkedő jelleggel, hogy megismerjük egy kicsit a gombákat, megismerjük a növényeket, a gyógynövényeket például, vagy a madarakat megismerjük, úgyhogy egy kicsit tényleg a természetbe éreztük még jobban magunkat. Az első állomáson kék madár és búbosbanka adott feladatot a családoknak, a végén pedig Mackó néni várta a kicsiket. Ahhoz, hogy kiszabadítsuk a Katicát, és megkapjátok ezt a szép medált, ahhoz 20 darab mézes kalácsot ki kellene díszíteni. A mesetúrán nem volt sem alsó, sem felső korhatár, jöttek a nagyszülők és a legkisebbek is, többen pedig maguk is jelmezt öltöttek. Ez az első alkalom, hogy részt veszünk, mert eddig nem is tudtam róla, most is egy barátnőm szólt, hogy lesz, aztán gondoltuk, hogy megnézzük, mert nagyon szeretünk így a természetbe járni, meg kirándulni. Aztán szeretnénk, hogyha a gyerekek is megszeretnék, úgyhogy emiatt jöttünk most el. Hogy tetszett? Nagyon jó. Nekem az volt a kedvencem, hogy a Malacka mindig parancsolt, hogy merre kell menni. Nagyon sokszor megyünk túrázni, de sose találkoztam ilyen állatokkal. Az Irotkő Naturparkért Egyesület második alkalommal rendezte meg a gyereknapi mesetúrát. Madarak is fáknak más rendezvényekkel, már a gyerekekkel beszélgettünk, és Malackával akarnak túrázni, az fix volt, de szerettünk volna változtatni a történeten egy kicsit, hogy azért ne teljesen ugyanaz legyen, mint tavaly, mert hát a nagy része szerintem tavaly is itt volt. A gyerekek teljesítették a feladatokat, így a gonosz munyák az óház kilátónál szabadon engedte Katicát, a mesetúrára jövőre is várják a családokat. Benn maradt az NB1-ben a Haladás labdarúgó csapata. A szombathelyiek a bajnokság utolsó fordulójában hazai pályán 3-0-ra legyőzték a Puskás Akadémia gárdáját, így a 14. helyen zárták a pontvadászatot. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában a kiesés elől menekülő szombathelyi Svitelszki Haladás a Puskás Akadémia együttesét fogadta több mint 3000 néző előtt. A hazaiak a találkozó 25. percében megszerezték a vezetést, a Radó által kiharcolt 11-est Martinez lőtte Danilovics kapujának jobb oldalába. A 70. percben a vendégek emberhátrányba kerültek, ugyanis Lencsét a játékvezető második sárgalappal kiállította. A Haladás a 80. percben növelte előnyét, a csereként beálló kiszerzett gólt első labda érintéséből. A 3-0-ás végeredményt Radó állította be a 88. percben. A játékban úgy érzem, hogy most minden mellettünk áll. Tényleg a 11-est, ahogy megcsinálta az Andris, a kiállítás, úgy éreztem, hogy nem tudjuk elveszíteni ezt a mérkőzést, tényleg nagyon jól játszottunk szerintem, nagyon nagyot küzdöttünk, és a gólokat is sikerült szerencsére adni. A Haladás az első perctől kezdve megpróbálta rákényszeríteni akaratát az ellenfélre, és ez hellyel közzel sikerült is. A szombathelyi játékosok végig hittek a győzelemben, és ennek meg is lett az eredménye, a csapat az NB1-ben maradt. Fantasztikusat dolgozott a csapat, és különösen azért vagyok boldog, hogy amit egész héten súlykoltunk, azt elhitték a játékosok, és úgy vettem észre, hogy szinte senkinek nincsen rossz gondolata, rossz érzése, és ezért abszolút nem voltak görcsösek, mindahogy mondjuk görcsösek voltak az első fél időben a Nyíregyháza ellen. A mérkőzés lefújását követően óriási fiesta kezdődött a Rohonczi úti stadionban. A nézők hosszú perceken át éltették kedvenceiket. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!